A Magyar Kupa 8-at döntőjének első felvonásán a Miskolcot fogadta a Tiklecetef Eger férfi vízilabda csapata. A szerdő esti összecsapáson gyorsan 3 gólos előnyre tett szert a hazai csapat, azonban a vendégek a második negyedben 4-3-ra fölzárkóztak. A szünetig azonban ismét megnyugtató előny dolgozott ki az Eger, előbb gólja, majd Kliestoránc növelte az előnyt, a nagy szünetben 6-3 volt az állás. A harmadik negyedben mindkét csapat gólgyártásba kezdett, és 6 találattal is vezettek már az egriek, de mindig becsúszott egy-egy hiba, és nem sikerült megtörni az ellenfelet. A miskolciak 12-9-re fölzárkóztak, végül pedig az Eger 14-10-re győzte le egy riválisát. A visszavágót november 12-én rendezik Miskolcon. Hát szeretném az Egernek, kiasztott a hazai pályát. Nekünk kell elmondozni, hogy ilyen helyzet kihasználással valószínűleg tudjuk érteni jobb eredményt. Ha ezt nem tudjuk elérni, akkor ilyen lesz az eredmény van. Végül lehet mondani sok, kevés. A visszavágó szombaton van, szeretettel várjuk a Egernek. Tóth Kálmánt, a hazai csapat vezetőedzőjét arról kérlettük, eldönthették volna már a továbbjutást a negyedik negyedben. Nem szabad senkit lebecsülni, mindenki tisztelni kell, mindenki összemben alázattal kell állni. Egy, úgy gondolom, egy jó sebességen egy szó harcos csapattal találkoztunk. Nem erről van szó, hogy mit lehet lezárni, vagy mit nem. Dolgozni kell céltudatosan, szorgalmasan és alázatosan. Lőrinc Bálint góllal és gólpasszokkal járult hozzá sikerhez, ő sokat a kapott gólok számát, szerinte ezen is javítani kell a következő mérkőzéseken. Ez a mai mérkőzés, ez a Magyar Kupa, ez szintén egy ilyen felemás történet volt nekem, nagyon sok gólt kaptunk, tehát 10 gólt kaptunk úgy, hogy kihagytak 5 métereseket, kihagytak nagy helyzeteket. Úgyhogy sokkal élesebben, sokkal fókuszáltabban kell játszani, azt gondolom. Most kell még rátennünk egy lapáttal abba a koncentrációba, itt év végén egy kis alázatot oda tenni, hogy sikeres évet zárhassunk. A Magyar Kupában a Tiglecetef egernői csapata ma este Szegeden kezdi a párharcot, a visszavágót pénteken délután 12:30-kor rendezik Egerben.